Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Bayer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Herman Róbert, történész, egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese. Szervusz! Szervusz! A mai témánk a függetlenségi nyilatkozat, a magyar függetlenségi nyilatkozat 1849-ben, aminek a 175. évfordulója van idén. Egy kicsit keveset beszélünk erről talán, hiszen hát egy egész kerek évfordulója van az egész 48-49-es eseménysornak, és ezek közül ez egy kicsit vitatott, de eléggé kiemelt esemény, amikor Kossuthék és az országgyűlés úgy dönt, hogy leteszi a Habsburgokat névleg, és megírja a függetlenségi nyilatkozatot, akkor ők úgy érzik magukat, hogy ők egy új Amerikát teremtenek? Mármint a függetlenségi nyilatkozat kifejezés is, meg a módja, ahogy függetlenné válnak, az mennyire egyértelműen Amerikából jön. Kétség kívül hatott az amerikai minta, de hát azért gondoljunk bele, hogy ennek előtte már voltak magyar közjogi hagyományai is. 1707-ben az Ónodi országgyűlésen Rákócziék egy szemmel letették a Habsburgokat, aztán mégis visszajöttek 4 év múlva, ugye 1711 után, de a magyar történelemben nem volt teljes egészében példanélkülálló ez a fajta közjogi aktus, és azt mondhatjuk, hogy voltak éppen mind a két hagyomány hatott, tehát egyrészt az, hogy Magyarország állami önállóságának és a Habsburgoktól való függetlenítésének a 17.-18. századi függetlenségi rendi mozgalmakon nyugvó hagyománya, illetve kétségkívül hatott az, hogy ugye az 1776. július 4-i amerikai függetlenségi nyilatkozat. Mind a két eseménnyel egyébként voltak egyéb hasonlóságok is. Ugye a Rákóczi szabadságharcban is úgy proklamálták Magyarország függetlenségét, hogy az ország területének egy jelentős része nem volt a Rákóczi féle állam hadseregének az ellenőrzése alatt, sőt kimondottan fontos stratégiai pontok, elég, hogyha a fővárosra gondolunk, voltak a császári csapatoknak a kezén, és 1776. júliusában az amerikaiak is mondták ki a függetlenségüket, hogy a 13 gyarmatban még jelentős számú angol katonai kontingens tartózkodott, és hát ott is maradtak egészen 1781-ig. Tehát ott még jobban elhúzódott ez a fajta küzdelem. Ugyanakkor kétségtelen, hogy ha a független amerikai államnak, vagy amerikai államszövetségnek a kezdő dátumát nézzük, akkor az nem a függetlenségi háború katonai részének a befejezése, nem a politikai rendezés, hanem hát magának a függetlenségnek a kimondása. Maradva ennél a két párhuzamnál, az is egy párhuzam, hogy egy szabadságharc során, tehát fegyveres tevékenység során mondják ki a függetlenséget. Ez 49-ben mennyire jelentette azt, hogy ez egy más alap, mint előző évben az áprilisi törvények? Hát ez egy gyökeres szakítás volt ebben a tekintetben. Ugye annyiból azért némileg más a helyzet, akár 1707-et, akár 1776-ot nézzük, hogy 1776 előtt az amerikaiak azért próbálkoztak azzal, hogy nem tudom, szavazati joghoz jussanak a brit parlamentben, tehát hogy ne úgy fizessenek adót, hogy közben nincs politikai képviseletük a döntéshozatali központban, és ennek a folyamatnak, tehát miután erre az angol politika nem volt hajlandó, ennek a folyamatnak a végeredménye volt végül is a függetlenség kimondása. 1707-ben pedig hát egyértelműen egy ilyen külpolitikai kényszerhelyzet volt az, ami előhívta ezt. Tudnélik, hogy Rákóczinak rá kellett jönni arra, meg a Kuruc állam vezetőinek, hogy nem várhatják a nagyhatalmi elismerést, amennyiben továbbra is ő felsége első József alattvalóinak minősülnek, és azt gondolták, hogy ezzel az aktussal, ezzel mondjuk Franciaország is hivatalosan fölveszik velük a kapcsolatot. Ugye tudjuk, hogy a 14. Lajos ugyan katonai tanácsadókkal, pénzzel, még némi fegyveres erővel közvetett módon, tehát az illető alakulatok pénzelésével segítette Rákóczinak az államát, de ténylegesen soha nem ismerte el szövetségesének, vagy soha nem kötött vele katonai szövetséget, és a kurucokat hát voltak éppen ilyen lázadóknak, ilyen frondőröknek tekintették még Franciaországban is, és azt gondolták, hogy ez ezzel a dologgal megoldható. Ugye 1849-nél is elmondhatjuk azt, hogy a függetlenség kimondása az voltak éppen egy kényszer eredménye volt, amely 1848. augusztus végén indul ez a folyamat, ugye szeptemberben a Jelasics féle invázióval kezd el felerősödni, tudnélik, amikor Ausztria először kiadja Gebinbe, ha úgy tetszik, a Magyarország elleni katonai fellépést Jelasics Horváth bánnak, és aztán 48. október 3-án az ostrom állapot kihirdetésével, illetve a magyar parlament törvénytelen feloszlatásával indul meg az a folyamat, most már egyértelműen pécsi, majd pedig ugye olmüci
hát közvetítése vagy olmüci irányítással, amelynek a végén Magyarország mint egy belekényszerül abba, hogy teljes egészében leváljon a Habsburg birodalmi központról. A közvetlen kiváltók az a 49. március 4-i olmüci alkotmány, amely Magyarországnak az állami életét is még az 1848 előtti állapothoz képest is gyakorlatilag megszünteti. Mennyire tekinthető a függetlenségi nyilatkozat és a trónfosztás kimondása Kossuth szűkebb körének a kezdeményezésének, és mennyiben volt e mögött egy valódi országgyűlési, vagy akár még tágabb akarat? Kossuthnak, illetve a hozzákötődő politikai erőknek a kezdeményezése az meglehetősen egyértelmű ebben a tekintetben. Tehát valamelyik oltás le is írja, hogyha nem Kossuth terjesztette volna be az indítványt, akkor lehet, hogy át sem megy. De hát ugye tudjuk, hogy általában a jelentős politikai cselekvések mögött mindig kell vagy egy olyan kiemelkedő hatású személy, vagy egy olyan nagyon erős érdekérvényesítő, vagy meggyőző képességgel rendelkező csoport, amely képes az akaratát átvinni a többiekre, direkt nem használva rákényszeríteni szót ebben a tekintetben, tehát képes őket meggyőzni arról, hogy ez egy jó, egy hasznos, egy fontos, egy jogos lépés, és mondjuk a függetlenség kimondása és a trónfosztás esetében is azt gondolom, hogy erről van szó, de tegyük hozzá, hogy erre nem kerülhetett volna sor, hogyha maga a társadalom, illetve maga a politizáló elit az elmúlt hónapokban, értelmezve ott a 48. augusztus végétől 49. április közepéig terjedő időszakot, nem lett volna egyre jobban kondicionálva ebbe az irányba. Ugye kevéssé ismert, hogy már 1848 tavaszán, tehát közvetlenül a forradalom után 48. márciusában, amikor Bécsben nagyon akadékoskodtak abban a tekintetben, hogy most mi legyen a független felelős magyar kormánynak a hatásköre, ugye rendelkezhessen-e a hadügyekkel, a pénzügyekkel és egyebekkel, vagy csupán a helytartó tanács és a kamara örökségét vihette tovább, akkor azért elméleti szinten a fővárosban már akkor felvetődött az, hogy fel kell mondani a pragmatika szankciót, tehát a magyarosztrák államközösséget, sőt, akár még a köztársaságot is ki lehet kiáltani. Az más kérdés, hogy a kérdésnek a viszonylag gyors rendezése március végén megoldotta ezt a dolgot, de azért a mély tudatban ez ott maradt. És ahogy egyre több méltánytalan lépés érte Bécs részéről az önálló magyar államot, hogy nem voltak hajlandók tárgyalni, elutasították a magyar tárgyalási ajánlatokat, letartóztatták a magyar hadiköveteket, ugye úgy ültették trónra december 2-án Ferenc Józsefet, hogy Magyarország képviselőit erről meg sem kérdezték, közölték, hogy ugye a hódítás jogán fogják Magyarországot megrendszabályozni, ugye a társadalomnak egyre nagyobb tömegei, illetve a politizáló elitnek egyre nagyobb része is úgy érezte, hogy hát, hogyha a másik fél részéről nincs megegyezési hajlandóság, akkor mi miért erőlködünk ezzel. Tehát amikor Kossuth beterjeszti az ezzel kapcsolatos előterjesztést, 1800 először az országgyűlés zárt ülésén 49. április 13-án, aztán pedig ugye a nyílt ülésen 49. április 14-én, akkor ezekre az érvekre nagyon nehéz jó ellenérveket találni. Tehát a vitának az elemzéséből is az derül ki, hogy a többség az nem a lépésnek a törvényességét, vagy a jogosságát, vagy a logikusságát vonta kétségbe, hanem hát ilyen praktikus aggodalmai voltak, hogy hát miután még csak folyik a honvédseregnek az ellentámadása, mi lesz, hogyha megvernek bennünket egy nagy csatában, és hogyha megint visszakényszerülünk a Tisza mögé, vagy vajon a nagyhatalmak azok valóban akceptálni fogják-e ezt a lépést, tehát valóban el fogják-e ismerni Magyarországot, de senki nem mondta azt, hogy hát ugye a Habsburgokat minden áron meg kell tartani a magyar trónon, mert hogy az a politika, amit 48. októberre óta már teljesen egyértelműséggel folytattak Bécsből, aztán pedig a császári ház új székhelyéről, Olmützből, az egyértelműen Magyarország állami önállóságának a felszámolására irányult, és nem csak a 48. áprilisi törvényeknek megfelelő önállóságnak, hanem a 48 előtti állapotnak a felszámolására is. Ebben a helyzetben az, hogy felmerül a köztársaság már ugye 48-ban, ez mit jelent? Ez az Amerikához való, nem is tudom, vonzódást, vagy azt annak a mintának a követését jelenti? Mást igazából, ha jól tudom, nem nagyon lehet követni, hogyha az ember köztársaságot akar ebben az időben, vagy pedig egyszerűen azt jelenti, hogy valamiféle népképviseletet akarunk, valamiféle parlamentáris rendszert akarunk, de nincsen uralkodó jelöltünk, ami ugye több európai országban is működik ekkor. Hát ugye azért van egy közvetlen európai minta, mert hogy 48. februárjában újra kikiáltják a francia köztársaságot, tehát itt nem annyira az amerikai minta az szerintem, ami hat, hanem inkább a francia ebben a tekintetben.
És hát ugye egy köztársaság lehet sikeres, ez viszont az amerikai példa, hiszen 1776 óta gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államok folyamatosan, nem azt mondom, hogy virágzik, de hát a 1812-es háború kivételével azért olyan komolyabb megrázkódtatást nem érte ezt az államszövetséget. És mondjuk, hogyha a történelmi példákat nézzük, hát a nagy francia forradalom idején 1792-ben kikiáltott köztársaság is hosszú időn keresztül külpolitikai szempontból kimondottan sikeresnek volt mondható. Az más kérdés, hogy hát aztán a konzulátussal, meg Napóleonnak a császárá koronázásával ez hova vezetett, de abban reménykedtek, hogy a 48. februárjában kikiáltott francia köztársaság az egyfajta ilyen mintát jelenthet. Azért azt tegyük hozzá, hogy ez egy nagyon kis csoport volt Magyarországon, amely már 48 tavaszán azt gondolta, hogy a köztársasági államforma lehet a megoldás. Még a márciusi ifjak közül sem mondanám, hogy feltétlenül mindenki támogatta ezt, de hát mondjuk egy Petőfi, egy Vasvári, egy Irinyi József, vagy egy Birányi Ákos, ők hát ezt minden további nélkül el tudták képzelni a főáramú politikában, tehát mondjuk azok, akik ott voltak az országgyűlésen, vagy a Pest vármegyei, vagy a pestvárosi idősebb politikusoknál, ott ez természetszerűleg föl sem vetődött. Azért tegyük hozzá, hogy például Batthyány kormánynak is volt köztársaságpárti tagja, Szemere Bertalan, akiből aztán éppen 49 májusában lesz miniszterelnök, és aki egy republikánus programbeszéddel fogja bemutatni magát a kormányt. De az államformát alapvetően 49 áprilisában már másodlagosnak tartották, nem is véletlen egyébként, hogy magába a függetlenség kimondásához nem kötötték hozzá a köztársasági államformát, mert akkor viszont már úgy látták, hogy ez többet vinne, mint hozna az európai elismertség szempontjából. Ennek a függetlenségi nyilatkozatnak és a megszavazásának mennyire Kossuth a központi és egyetlen alakja? Olyan, mintha lenne Kossuth, aki felismer itt egy potenciális lehetőséget, ezt nagyon erősen és sikeresen érvényesíti, de a túloldalon, mintha nem lenne semmi, nem volt senki, aki azt mondta volna nyilvánosan, hogy nem biztos, hogy jó ez az irány. Az országgyűlésen belül mondtad, hogy nagyjából elfogytak az érvek a Habsburgház mellett, de az országgyűlésen kívül is ez volt a helyzet. Hát itt ugye érdemes végigmenni, hogy hogyan alakul ki maga ez a folyamat. Ugye 49. március 4-én bocsátja ki Ferenc József Olmützben az úgynevezett oktroyált alkotmányt, amelynek aztán egyébként megvoltak szintén a maga közvetlen előzményei, tudnélik ez nem a semmiből jön, hanem abból, hogy Kremzírben ülésezik a birodalmi parlament, amit Bécsből telepítettek át még az októberi forradalomnak a leverését követően, és hát ennek a birodalmi parlamentnek az egyik legfontosabb dolga egy birodalmi alkotmánytervnek a kidolgozása. Ugye a kremzíri parlamentben nincsenek ott a magyarországi képviselők, mert hogy nem tartoznak oda. Na most ugye komoly és hosszú vita folyik erről a kremzíri parlamentben, hogy hát mi legyen, hogyan legyen, és 49. február közepére nagyjából kidolgozódik ez az alkotmánytervamely egységes birodalmat céloz, tehát mondjuk a magyarok ebben a tekintetben nem járnának jól a maguk önálló államiságával, viszont egy viszonylag demokratikus belső felépítést képzel el a birodalomnak, tehát jelentős mértékben korlátozna a császárnak, mint uralkodónak a jogait, jelentős mértékben korlátozna a végrehajtó hatalmat, tehát a központi kormányt, egy kimondottan kiterjedt önkormányzatiságra, kimondottan kiterjedt állampolgári jogokra, sajtószabadságra, egyebekre épülne. Ezt ugye az olmützi császári udvarban nem akarták elfogadni, illetve a császári kabinetben, tehát magában a kormányban sem. Na de miután folyamatosan azt hirdették, hogy ők micsoda szabad elvűek, és hogy mennyire a birodalom felvirágoztatása a céljuk, hát ezért valamit erre lépni kellett, és ezért döntöttek úgy, hogy ő felsége maga ad alkotmányt népeinek, és ezzel együtt mellesleg fenékbe rúgja a kremzéri parlamentet, tehát fel is oszlatják őket. Ugye ez történik meg március 4-én. Volt egy másik része is a játszmának, ez pedig az, hogy ebben az időben folyik Frankfurtban is az őszbirodalmi, tehát a német őszbirodalmi alkotmánynak a vitája, és ott ugye felvetődik az, hogy ugye kik legyenek a tagjai ennek a nagy német egységnek, és az az elképzelés, hogy ez a német egység ez csak a német államokra terjed ki, tehát például Ausztria esetében azokra a tartományokra, amelyek a mai Ausztriát alkotják, nagyjából tehát Felső-Ausztria, Alsó-Ausztria, Stájerország, stb., de hogy Galícia vagy Magyarország és Erdély, ezek nem mehetnek be. Tehát ezek ilyen külső birtokai maradhatnak az adott dinasztiának, de nem képezhetik részét az egységes Németországnak. Ugye a csehek az egy vitatott kérdés, mert hogy ők elvileg részei voltak a német birodalomnak, de hát mondjuk érthető módon a cseh nemzetiségűek azok nem nagyon vágytak az ölelő német karokba.
És azzal, hogy az Olmützi alkotmány kimondja az osztrák császárság egységességét és feloszthatatlanságát, ezzel üzennek Frankfurtnak is, hogy vagy az egész birodalom megy be, tehát Magyarországgal, Galíciával, Csehországgal, Morvaországgal, stb., vagy nem mennek be, és hogy döntsék el, hogy ebben a tekintetben mit akarnak. Ugye, hogyha Ausztria a teljes birtokállománya, ahol bemegy, hát akkor érthető módon ővé lesz a vezető szerep, mert egyetlen egy más állam nem rendelkezik ekkora erőforrásokkal, mondjuk a fő vetélytárs Oroszország, bármennyire is erős katonailag, politikailag, de hát kétségtelen, hogy nem ekkorák a lehetőségei. Tehát, hogy az Olmützi oktroját alkotmány az egyszerű üzenet a magyar önállóságnak is, egyszerű üzenet a frankfurti német parlamentnek. És nem véletlen, hogy röviddel ezután egyébként a frankfurti német parlament a kis német egység mellett dönt. Tehát azt mondják, hogy akkor jó, akkor azok lesznek benne, akik német államnak tekinthetők ténylegesen. Na most ugye, amikor ennek a híre, majd pedig a hiteles szövege megérkezik, ez nagyjából 49. március közepén van, Kossuth éppen a táborban van, Cibakházán, illetve Török Szent Miklóson, és hát ugye kikerekedett szemmel olvassa, hogy egyrészt az Olmützi oktroját alkotmány ismét felosztja Magyarországot az 1848. április előtti állapotra, tehát leválasztja Erdélyt, leválasztja a Páciumot, leválasztja Horvátországot, Szlavóniát, a magyar tengermelléket, ezeket összecsapja Dalmáciával egy ilyen nagy horvát államban, sőt, meglehetősen súnyi módon, mert ez a kezdő felsorolásban nem szerepel, de Dél-Magyarország területéből még egy szerb vajdaságot is kiszakítanak. Tehát sokkal rosszabb az országnak a közjogi és a területi helyzete és állománya, mint amilyen 1848 előtt is volt egyáltalán. És Kossuth azt mondja, hogy hát akkor ezek után miről beszélünk? Tehát ugye az uralkodó, aki egyébként nem törvényes uralkodó, mert Ferenc Józsefet nem választották meg és nem koronázták meg, de hogyha a potenciális uralkodó már az ország területi egységének a megőrzését sem tekinti feladatának, sőt, maga osztja föl az általa kibocsátott alkotmányban, akkor mi értelme van a további közösködésnek? És ugye ott a hadsereg vezetőinek a körében van, hát, akik hát közjogilag nem nagyon iskolázottak, de azért azt értik, hogy ez egy meglehetősen súlyos lépés, és hát maguk is felháborodással nyilatkoznak ezzel kapcsolatban, mondván, hogy hát ezek után az alkotozásnak tényleg nem sok értelme van. Ugye milyen módon lehet erre válaszolni, hogy ki lehet bocsátani valami fajta válasznyilatkozatot? Ilyet már jó néhányat kibocsátottak 48. októberében, aztán a trónváltozás után. Ugye ezek mind ilyen jogfenntartó nyilatkozatok voltak, amelyeknek az volt a lényege, hogy nem ismerjük el ezeket a rendeleteket, nem ismerjük el ezeket a változásokat, de készek vagyunk a 48-os alapon megalkudni. Ugye itt annyiban van egy paradigmaváltás, hogy Kossuth úgy látja, hogy itt már nincs értelme a 48-hoz való ragaszkodást a továbbiakban kinyilvánítani, mert ugye a másik fél az teljes egészében felrúgta a korábbi státuszkvót. Tehát a korábbiakban még lehetett úgy, ahogy reménykedni, hogy ez nem így lesz, de most már teljesen egyértelmű, hogy még a 47-es állapotot is teljes egészében fel akarják borítani. Ugye márciusban ő abban reménykedik, hogy a fősereg indít egy sikeres ellentámadást, és akkor, hogyha ez megvan, akkor utána lehet nyilatkozni a parlamentnek, csak hogy ez az ellentámadás, ez márciusban nem jön össze. Április elején megkezdődik a dicsőséges tavaszi hadjárat. Ugye közben Kossuth megint tárgyalott az issaszegi csatát követően a hadseregnek a vezetőivel, négy szemközt görgeivel, és hát egy ilyen haditanács keretében pedig a hadtestparancsnokokkal, akiknek elmondja, hogy válaszolni kell az Olmützi oktroját alkotmányra, és mondják, hogy persze, persze. Magának a válasznyilatkozatnak a tartalmával ők nem foglalkoznak. Ugye ezek katonaemberek, tehát nem a közjogi ismereteknek a minúciózósága az, ami különösebben jellemző rájuk, és Kossuth azzal megy vissza Debrecenbe, hogy hát a hadsereg az alapvetően egyetért azzal, hogy ő valami ilyesmit kimond. Nem tudunk arról egyébként, hogy például a többi hadsereg vezetőivel konzultált volna, tehát hogy Perczel Molnak, aki a délvidéki hadsereget vezeti, vagy Bemnek, ugye az erdélyi hadsereg élén írt volna ezzel kapcsolatban bármit is. Nyilván az volt benne, hogy ezek úgyis egyet fognak érteni, hogyha görgeiéket sikerült meggyőzni, akkor nagy baj nem lehet. És hát ugye Debrecenbe visszatérve először az Országos Honvédelmi Bizottmányt hívja össze, amely hát ilyen testületi kormányként működik 48. október óta, és előterjeszti azt, hogy hát ő neki az a szándéka, hogy itt az első sikerek után, ugye mégiscsak megnyertünk három csatát meg ütközetet, közben előbb-utóbb befut még a negyedik is, ugye a Váci ütközet megnyerésének a híre, hogy hát akkor válaszolni kell az Olmützi oktroját alkotmányra, és ez nem lehet más, mint a függetlenség és a Habsburg-Castrum fosztásának a kimondása. Hogy egészen pontosan mi történik a Honvédelmi Bizottmány ülésén, azt azért nem tudjuk, mert voltaképpen egyetlen egy szemtanúi webszállomódunk van róla.
Ez Dusek Ferenc pénzügyi államtitkárnak, a későbbi pénzügyminiszternek a haditörvényszéki védőirata, illetve vallomása. Na most ugye Dusek, miután ott az ő nyaka benne volt a kötélben, teljesen érthető módon azokat az elemeket erősítette fel, amelyek az ő védelmére szolgáltak, tehát elmondta, hogy ő ezt ellenezte. Az ellenzők között sorolta fel a bizottmánynak a helyettes elnökét, Nyári Pált is, és Mészáros Lázár hadügyminiszternek az emlékirataiból és az egyéb megnyilvánulásaiból sejthetjük, hogy ő sem volt a pártolók között. Bocsánat, itt van ennek alternatívája? Hát ugye, hogy azt mondják, hogy nem. Tehát, hogyha mondjuk lesz az a... Igen, hogy akkor azt mondják, hogy akkor egy jogfenntartó... Igen, hogy akkor egy jogfenntartó nyilatkozat van, és akkor minden megy a maga útján. Na most, hát én megnéztem ugye, hogy kik vannak abban a pillanatban benne a Honvédelmi Bizottmányban, mert ez már nem az a társaság, akiket 48 szeptemberében, illetve októberében megválasztottak. Ugye ott van három felsőházi tag, a Józsika Miklós, az Eszterházi Mihály, illetve a Perényi Zsigmond, ezek mind egyértelműen a Kossuthnak a hívai. Tehát azt gondolom, hogy ha vitában ez szóba került, akkor ők nagy valószínűséggel a Kossuth mellett foglaltak állást. Ugye a Perényinek később rákerül az aláírása is a függetlenségi nyilatkozatra, mint a felsőház elnökéjé. A korábbi képviselők közül, akik tagok voltak, ugye Zsemberi Imre nincs, Debrecenben Pálfi János már kilépett 49. januárjában a testületből, és ott van még Patai József, akiről hát olyan sok mindent nem tudunk, de olyan nagyon lelkesen nyilván nem állt ki sem mellette, sem pedig ellene a dolognak. Ugye Nyári Párról már szóltam, hogy ő egyértelműen ellenezte a dolgot, és hát még ott vannak az államtitkárok, akik szóba kerülhetnek, ott Duseknél valóban feltételezhető, hogy ő nem helyeselte ezt, hogy egy régi kamarai hivatalnokból lett pénzügyi államtitkár, tehát a kötődései azok többnyire inkább a másik oldalhoz voltak erősek, de a többi államtitkárnál én azt gondolom, hogy nem feltétlenül zárhatjuk ki azt, hogy mondjuk Kossuth mellett szavaztak volna, amennyiben egyáltalán ott voltak. Ugye ezt se tudjuk, mert úgy nincs pénzjegyzőkönyv magáról. De ugye Kossuth meg a három felsőházi tag, főleg, hogyha Kossuth ugye elnökként azért egy kicsit erőteljesebb szerepet játszott, hogyha ők állnak szemben mondjuk a Mészáros Nyári Dusek trióval, hát már azzal gyakorlatilag megvan a többségi szavazat. Kossuth ennek ellenére azt mondta, hogy jó, hogy akkor ő nem ragaszkodik ahhoz, hogy a bizottmány nevében nyújtsa be a határozati javaslatot, hanem akkor legfeljebb egyszerű képviselőként fogja ezt benyújtani, mert hogy ugye ő is, meg a bizottmány tagjainak a többsége az vagy a felsőháznak, vagy pedig a képviselőháznak tagja volt. És április 13-án összehívják az országgyűlésnek a tanácskozmányát, vagy zárt ülését. Ugye ez arra szolgált, hogy olyan kormányzati döntéseket szondáztattak meg így előre, amelyeknél nem voltak biztosak abban, hogy át fognak menni a parlamenten. Tehát amelyeknek azért volt tétje ebből a szempontból, illetve hát a másik lehetőség az volt, hogy mondjuk valami olyan bejelentés volt, külügyi, katonai, egyéb tekintetben, amit nem akartak a nagy közönségnek az órára kötni, de a képviselőket tájékoztatni akarták róla. És ugye Kossuth itt terjeszti be ezt az indítványt azzal, hogy másnap, tehát az április 14-én tartandó nyílt ülésben szándékozik ezt előterjeszteni. Na most ugye ezzel az április 13-i zárt ülésről meglehetősen sok tudósítást ismerünk, de ezeknek egy jelentős része 1849 után, 1850-ben vagy még azután keletkezett, és azoknak a tudósításoknak is mintegy fele az haditörvényszéki védőirat, amit ugye a császári hadbírósághoz nyújtottak be, vagy a császári hadbíróság előtt ismertettek. Most érthető módon, aki hát oda került a császári hadbíróság elé egy főbejáró ügyben, mert hogy ez felségárulásnak minősült, aminek az ítéleti tétele az a végrehajtott halálos ítélet lehetett, hát igyekezett magát mindenfajta módon kimosni ebből a dologból. Ugye Kemény Zsigmondtól, Kovács Lajostól, Kazinczy Gábortól ismerünk ilyen jellegű védőiratot. Ebben ők elmondják, vagy Pálóczi Lászlótól, aki a képviselőháznak ilyen korelnöke volt, ugye az egyik legrégebbi ellenzéki képviselőről van szó. Hát ezek mind elmondták, hogy ők ezt nem akarták, és nem helyeselték, és úgy egyáltalán. Vannak egyéb emlékírók, ugye Mészáros Lázár, aki szintén amellett, hogy miniszter volt, képviselő volt, ő is ugye leírja azt, hogy hát ezt nem helyeselte, és ellene érvelt. A radikálisok közül viszonylag kevesen írták meg a visszaemlékezéseiket, Irányi Dániel 1859-60-ban tette ezeket közzé, ő egyértelműen közli, hogy hát ő pártolta Kossuthnak az indítványát, vagy Madarász József, Madarász László, és a többiek, tehát az látszott, hogy nagyjából, hogy a parlamentben osztódnak a pártviszonyok, hát mindenki a szerint szavazott. Hogy ami némi könnyebbséget jelent, hogy van két olyan kortársi tudósításunk, az egyik az Hunfalvi Pál szepesi képviselőnek, a másik pedig Zichy Antal képviselőnek a naplója, tehát nem emlékirat és nem védőirat, hanem közvetlenül az eseményekkel egy időben keletkezett, amelyek meglehetősen részletesen leírják a vitát. Ugye Zichy is, illetve Hunfalvi is inkább a Kossuth ellenzékéhez
kötődött, ugye az úgynevezett békepárthoz, vagy mérsékeltek pártjához, és mindkettőjüknek a leírásából az derül ki, hogy Kossuth ezt a vitát megnyerte. Tehát, hogy valóban voltak ellenzők, valóban sokan felszólaltak a határozattal szemben, de nagyon sokan voltak olyanok is, akik a határozat mellett szólaltak föl. Érdekes módon az a Pálóczi László, aki ugye a haditörvényszéki védőiratában az ellenzők közé sorolja magát, őt a Zicsi naplójából tudjuk, hogy nagyon is élénken pártolta a Kossuthnak az indítványát, sőt még az a Pálffy János is, aki 49. januárjában kilépett a Honvédelmi Bizottmányból, róla is azt írja, azt hiszem, Hunfalvi Pál, hogy hát, hogy mint mindig most is ilyen gázkonyár volt, tehát, hogy herciáskodott, és alapvetően a Kossuthnak az indítványát támogatta. És Kossuth a vita végén azt mondta, hogy jó, hát ő tájékozott a vélemények szerint, ő azt gondolja, hogy akkor másnap a nyílt ülésen ezt be fogja terjeszteni. Fölvetődött állítólag a Kemény Zsigmond haditörvényszéki védőirata szerint az, hogy hát szavazzanak az indítványról, ami ugye azért volt lehetetlen, mert a házszabály szerint zárt ülésben nem lehetett határozatot hozni, mert ugye a határozatoknak nyilvánosnak kell lenniük, tehát hogy éppen a korábbi kamarilla politizálást ilyen módon kikerülhessék. És hát, hogyha megpróbáljuk összerakni ezeket a különböző időpontokban, különböző motivációval keletkezett beszámolókat, akkor valóban az derül ki, hogy Kossuth ugyan nem kiütéses, de mondjuk pontozásos győzelmet aratott ebben a vitában, és másnap, amikor beterjesztette a parlament nyilvánossága elé, akkor az elég jó eséllyel számíthatott arra, hogy ez át fog menni. Ezzel együtt, vagy ennek ellenére nem a szokásos helyen és módon zajlik a nyílt ülés. Mielőtt átmegyünk a következő napra, ezelőtt viszont beszéljünk arról, hogy kik ülnek az országgyűlésben. Nagyon sok nevet említettél, az látszik, megérződik, és említetted is, hogy van egy mérsékeltebb békepárt, akik nem feltétlen fegyveres erővel szeretnék ezt a konfliktust rendezni, és van Kossuth és támogatói, akik pedig egyértelműen a szabadságharc mellett állnak, és közben meg az ország jelentős része az nem a Honvédelmi Bizottmány hatásköré alá tartozik. Ez az országgyűlés hogyan állt össze, és kik vannak itt? Még egy gondolat ehhez, hogy amikor pártokról beszélünk, akkor ez mit jelent pontosan, mert azt hiszem, hogy nagyon más 48-49-es pártokról beszélni, mint maiakról. Ugye hangsúlyozni kell, hogy itt egy népképviseleti országgyűlésről van szó, tehát nem a régi rendi diétáról, amely a rendi kiváltságoknak az alapján, és elsősorban a területi alapon áll fel. Ugye a régi időszakban hát az volt a jellemző, hogy Magyarországnak volt 49 vármegyéje, mindegyik vármegye választott magának két követet, volt nagyjából 50 szabadkirályi város, ezek is választottak két követet, ott voltak a szabadkerületek, ezek is két-két követet, és a megyéknél a két követnek együttesen volt egy szavazata, tehát egyformán kellett szavazniuk a rendi országgyűlésben, ugyanez volt a jellemző a városoknál, a szabadkerületeknél, de még a megyék egy-egy szavazata a döntésnél valóban egy szavazatot jelentett, addig az 50 szabadkirályi városnak összesen volt egy szavazata, tehát gondoljunk bele, hogy nagyjából ugyanakkor a népességet képviselnek, és ennek ellenére az 50 szabadkirályi város annyi szavazattal rendelkezik, mint a legkisebb magyar megye. Itt a tetejében nagyon komoly területi aránytalanságok voltak, de mondjuk a szabadkirályi városok esetében is hát voltak olyanok, mint Ruszt, ugye, aminek volt 1000 lakosa talán, és akkor mondjuk bizonyos alföldi mezővárosok meg semmifajta politikai képviselettel nem rendelkeztek. Ugye 48 tavaszán az áprilisi törvényekben, 4.-5. törvénycikkben intézkednek a népképviseleti országgyűlés összehívásáról, megválasztásáról. Itt ugye megjelennek a klasszikus választókerületek, amelyekben lakosság arányosan lehet választani, ami persze nem jelenti azt, hogy minden választókerületben ugyanannyi választó van, mert hogy cenzusos a választójog. Tehát bizonyos fekvőbirtokhoz vagy ingatlan vagyonhoz, bizonyos biztos éves jövedelemhez, vagy pedig értelmiségi státuszhoz kötik azt, hogy valaki passzív, illetve aktív választójoggal rendelkezhessen. Ugye érdemes még megjegyezni, hogy nem 18 év a választójognak a korhatára, hanem legalább 24 évesnek kell lenni ahhoz, hogy valaki aktív, illetve passzív választó lehessen. És férfinak. És férfinak, így van. És férfinak, és gazdai hatalom alatt nem állhat, stb. Stb. Ez manapság nagyon igaztalannak látszik, de ugye arra a logikára épült, hogy azok, akik megfelelő vagyonnal, jövedelemmel vagy kellő végzettséggel rendelkeznek, igazából azok érettek arra, hogy megfontolt döntést hozzanak. Tehát ugye azért nem akarnak általános választójogot, mert hogy akkor a proletariátus, ami persze nem a nagyipari munkásságot értik, hanem a nincs telleneknek a tömegeit, hogy akkor a proletariátust egy demagóg bármiről meg tudja győzni, és akkor az illetőt fogják választani. Így viszont ugye olyanok fognak bekerülni, akik elvárható, hogy hát valóban megfontolt döntést fognak hozni.
Most itt nem mennék bele abba, hogy mennyire következetesen érvényesítik ezt a törvényt, tehát például Erdélyből egészen másfajta módon történik a választás, ott ugye nem volt korábban úrbérrendezés, ezért nagyon nehéz meghatározni, hogy kinek pontosan mennyi vagyona van, egy csomó területről gyakorlatilag delegálják a korábbi erdélyi rendi országgyűlésre megválasztott képviselőket, de összességében egy olyan, mint egy 450 képviselőt választanak meg a történeti Magyarország egész területéről, de ebben nincsenek benne Horvátországnak a képviselői, illetve nincsenek benne a katonai határőrvidék képviselői, mert mire elindultak volna a népképviseleti választások, addigra Horvátország felmondta Magyarországgal szemben az engedelmességet Jelosics Horvátban működésének következtében, illetve a katonai határőrvidék egy jelentős részén kitölt a fegyveres lázadást, tehát ott sem választottak képviselőket. Ugye? Bocsánat, és ez az 1848 nyár. Ez a 48 nyári, 48 nyári választás. Ugye van némi lemorzsolódás, 48 őszén a 100 követek egy része, az erdélyi 100 követek egy része dönt úgy, hogy hát ő nem követi úgymond a törvénytelenségbe a Magyarországgyűlést, fogják magukat, hazamennek. És 48-49 fordulóján, amikor a parlament átköltözik Debrecenbe a főváros feladása miatt, hát akkor is azért néhány képviselő, főleg a dunántúliak, felvidékiek, tehát akiknek a szülőföldje, illetve akiknek a birtokai ellenséges megszállás alá kerülnek, hát azok azt gondolják, hogy akkor ők inkább nem mennek tovább, hanem vagy hazamennek, vagy a fővárosban maradnak, valahol kihúzzák a dolgot. Ez persze tendencia jelleggel érvényesül, tehát mondjuk a Madarász testvérek, ugye Madarász László és József a radikálisok vezetői, dunántúli képviselők, ők ott vannak Debrecenben, és vannak olyan tiszántúliak, akik meg nem mennek el. Szóval mondom, itt a tendencia az, ami maga érdekes. Hogy pontosan mikor mennyien vannak, ezt nem tudjuk. Tehát ugye nem nagyon vannak olyan ügyek Debrecenben, amikor néz szerinti szavazást tartanának, aminek alapján meg lehetne számolni a képviselőket, meg hát azért akkor sem mindenki járt be mindenfajta ülésre, ugye időnként elmentek szabadságra, meglátogatni a családot, megnézni a birtokot, egyebek. Ugye 49 márciusában van egy purifikáció, amikor a engedélyezett határidőn túl távol maradó képviselők közül azokat, akiknél semmifajta mentség vagy semmifajta magyarázat nincs a távol létükre, ezeket megfosztják a képviselői mandátumuktól, de még gyakorlatilag ezeknek a leszámításával is megmarad a nagyjából a kétharmada a képviselői testületnek, de mondom, pontosan nem tudjuk, hogy mennyien vannak ott. Ja, és hát ugye még egy dolog nagyon fontos, hogy a képviselőház mellett ott van a felsőház is, amelyhez nem nyúltak hozzá a 48 évi törvényekben, tehát a főrendek, az országnak a zászlósurai, a püspöki karnak a tagjai, a megyéknek, illetve a székeknek a vezetői, tehát főispánok, kapitányok, én nem tudom micsoda, ezek továbbra is elvileg ott lennének a főrendi házban, itt egy nagyjából 1000 fős létszámról beszélhetnénk, de hát persze a többség az nincs ott, mert a főispánnak a megyében van a helye, meg nem mindenkinek van kedve elmenni. Ugye a konzervatív érzelmek azok eleve nem mennek, a fiatal arisztokraták azok beállnak honvétisznek. Szóval lényeg az, hogy már 48 nyarán le kell szállítani a tanácskozási létszámot 30 főre, annak érdekében, hogy érvényes legyen, és Debrecenben még ezt a 30 főt is nagyon hosszú időn keresztül nem sikerül produkálni, de 49 március végén már összeül a felsőháznak is az első ülése, tehát abban a tekintetben, hogy mennyire hozható szabályszerű döntés, mert ugye abból van törvény, amit mind a képviselőház, mind a felsőház megszavaz, ebben a tekintetben hát voltak éppen egész jól áll a dolog. Mert hogy várható, hogyha a képviselőház ezt megszavazza, akkor nyilván a felsőházon is át fog menni, mert ott meg azok a főrendek vannak, akik eleve támogatják magát a kormányzatot. Tehát ugye így kerül oda a dolog, aztán 49 áprilisában, hogy bevigyék magát az indítványt. Ugye a pártok kérdésében 48 előtt Magyarországon két párt alakult, az egyik az a konzervatív párt 46 novemberében, a másik pedig az ellenzéki párt 47 júniusában. Ezek nem úgy voltak pártok, mint a maiak, tehát ugye volt ugyan vezetőségük, volt központi bizottmájuk, de hát tagnévsor az nem nagyon volt. Tehát ugye a pártban az volt benne, aki elment a pártaggyűlésre. Illetve aki valamilyen mögöttes szervezetnek a tagjává vált, ez például az ellenzéki kör volt Pesten. Tehát ott joggal feltételezhető volt, hogyha valaki az ellenzéki körnek tagja, akkor az ellenzéki pártot is támogatja, illetve annak is tagja. A 48 tavaszi hát kormány és rendszerváltással ezek a pártok voltak éppen megszűnnek. Ugye a konzervatívok további fennállásának nincs értelme, az ellenzéki párt meghatalomra került, tehát nem fogja magát ellenzéki pártnak nevezni a továbbiakban. És egy ilyen nagyon képlékeny helyzet alakul ki, és voltak éppen a Batthyány kormány, az nem rendelkezik saját kormánypárttal a parlamentben, hanem minden indítványa, minden törvényjavaslata mögé eseti módon kell összeszedni a többséget. De az a többség ez egészen 1848 őszéig megvan. Ugye van egy viszonylag kicsi, jól körülhatárolható radikális csoport, amelyik sokkal hát, határozottabb politikát követel Bécssel szemben például a Batthyány kormánytól,
A konzervatívok közül olyan nagyon sokan nem kerülnek be, mert eleve vagy el se indulnak a választásokon, vagy ha elindulnak, akkor nem választják meg őket. Tehát a képviselőknek a többsége ez valóban ez a mérsékelt vagy középutas liberálisok közé számítható. Már amennyiben van valami fajta politikai érték választása, de azért látható módon a politikai előéletüket, illetve az utóéletüket megnézve ezek többnyire liberális szabadelvű politikusok, több-kevesebb tapasztalattal, tehát van, akinek van önkormányzati, van, akinek van már országgyűlési tapasztalata, azért olyan teljes analfabéta az nem nagyon van közöttük. Ugye Paraszból is azt hiszem talán ketten vannak olyanok, akik bekerülnek, de lehet, hogy Táncsics az egyetlen egyébként, mert azok is jelen, tehát a többieknél is előkerült valami fajta nemes levél a láda fiából ebben a tekintetben. Tehát ilyen laza csoportosulások vannak, és még csak azt sem mondhatjuk, hogy mindenki mondjuk egy kormány előterjesztés esetében, minden szavazás esetében ugyanúgy adná le a voksát. Legyen szó az olasz háború befejezéséről 48 júliusában, vagy a hadügyi törvénycikről, vagy az ötösnek, a népiskolai törvényének a megszavazásáról. Tehát itt a mindenkori értékválasztások azok, amelyek döntenek. És voltak éppen ez a fajta többség, ez aztán 48 októberétől kezdve az Országos Honvédelmi Bizottmány mögött is megvan. Tehát akinek nagyon nem tetszik a dolog, az hazamegy, vagy visszavonul, a többiek azok meg azt mondják, hogy jó, hát a Kossuthék tudják, hogy mit akarnak, vagy mit csinálnak. És nagyon érdekes, hogy 49 áprilisában alakul egy új párt, ez az úgynevezett radikál párt, amiben bekerülnek valóban a radikálisok, tehát a úgymond a vörös tollas flamingók, republikánusok és egyebek, illetve bekerülnek azok a Kossuthot támogató, de nem a radikálisok és nem az úgynevezett békepártiak közé tartozó személyek, akik hát nem feltétlenül akarnak köztársaságot, de úgy gondolják, hogy Magyarország meg tud állni a saját lábán. Ugye egyetlen egy feltételük van, hogy a két madarász testvér, tehát a madarász László, ugye, aki a rendőri és postaosztályt vezeti, és éppen egy ilyen gyanús ügybe keveredett, a még Görgei által kivégeztetett Zicsi Ödön gróf hiányzó gyémántjaival kapcsolatban, tehát feltételezik, hogy az ő kezén tűntek ezek el, illetve az ő testvére madarász József, hogy ők ne lépjenek be ebbe az új pártba, mert hogy induljanak tiszta lappal ebben a tekintetben. És hát azt látjuk, hogy 49 május elejéig, amikor valamelyik képviselő odaírja a belépési dátumát, addig egy nagyjából egy ilyen 90 fő az, aki belép ebbe a radikál pártba. Egyébként az úgynevezett békepártiak közül is van olyan, aki tagja lesz. Tehát például Kemény Zsigmond, a híres író, ő is belép ebbe a társaságba. És ennek a pártnak a programja, ez nagyon rövid, szerintem az egyik legrövidebb magyar pártprogram, és ebben szerepel már Magyarország függetlensége, illetve szerepel Magyarország köztársasága alakítása. Tehát voltak éppen azt mondjuk, hogy az a minimális támogatás, ami kell a függetlenség kimondásához, párt szinten a radikál pártnak a megalakulásával azzal megvan. Ugye ennek a pártnak az elnökévé a Felsőház egyik tagját, Újházi Lászlót választják meg, aki hát az 1830-as évek óta Kossuthnak bensőséges barátja, támogatója, és így tovább, és így tovább. Ugye a békepárt, amit ilyen néven szoktak emlegetni, vagy a mérsékeltek, ez is egy nagyon laza csoportosulás. És van néhány olyan ember, akiről egyértelműen tudjuk, hogy oda tartozik, ilyen Kazinczy Gábor, vagy ilyen Kovács Lajos, vagy Kemény Zsigmond, vagy ilyen mondjuk Lónyai Menyhért, de ezek nem szabályos pártként működnek, hanem időnként összejönnek ilyen délutáni teázásra, és akkor megbeszélik a dolgokat. És olyanok, akiket egyébként oda szoktak sorolni a békepárthoz, mint a már említett Hunfalvi Pál vagy Zicsi Antal, ezek maguk nem tudnak arról, hogy ők ennek a pártnak a tagjai, tehát a naplójukból nem derül ki, hogy ők ottan titokban fontorkodtak volna mondjuk a Kossuth vagy a többiek ellen. Utólag persze úgy látszik, hogy ez a csoportosulás, ez megpróbált valamit csinálni, de azért így sem annyira egyértelmű ebben a tekintetben a dolog, hogy egy klasszikus példát mondjuk, ugye Kubinyi Ferenc, nógrádi képviselőt mindenki oda sorolja a békepárthoz, és ő például a függetlenség kimondásának a támogatói közé tartozik, amit nem gondolnánk ebben az esetben. Akkor tehát visszatérve áprilisra és a promfosztás kimondásának az időpontjára, itt nem néhány embert kell meggyőzni, akik a frakcióvezetők, és aztán majd a pártfegyelem miatt úgyis úgy szavaz az egész frakció, hanem itt igazából ténylegesen az országgyűlést, vagy hát a jelenlévőket kell meggyőzni, akik nagyon különböző szempont és értékrendszerrel bírnak, és hogyha itt van egy olyan metszet, ami a többség, akkor ez át fog menni. Úgy tűnik akkor az előző napi zárt ülés alapján, hogy van esély arra, hogy ez átmegy magától, mégis, vagy nem tudom, hogy mégis, vagy pedig pont ezért helyezik át az ülést a nagy templomba, ahol gyakorlatilag nem csak a képviselők vannak ott, hanem bárki bemehet.
Igen, ugye még egy dolgot érdemes elmondani, hogy az április 13-i ülésen Nyári Pál, aki az egyik leghatározottabb ellenzője volt a függetlenség kimondásának, ő azt mondja, hogy jó, most megvolt ez a vita, de ő azt gondolja, hogy akkor a másnapi ülésen azok, akik az ellenzők, miután itt már elmondták az érveiket, azok ne szólaljanak fel, hogy ne legyen zavar. Tehát, hogy az országgyűlési képviselők szabadon döntessenek arról, hogy elfogadják, vagy nem fogadják el ezt az indítványt a Kossuth részéről. Bocsánat, ezzel elég egyértelműen saját maga alatt vágja a fát, nem? Hát voltak éppen ugye a saját pozícióját gyengíti, ez egyébként szerintem annak az indirekt beismerése, hogy a Nyári maga is érezte, hogy nem az ellenzők vannak többségben, hanem a pártolók vannak többségben, és ugye parlamentáris gondolkodású ember révén, akinek azért a nemzeti egység az nagyon fontos volt, illetve ennek a demonstrálása nagyon fontos volt, azt gondolta, hogy itt már elhangzott mindenfajta ellenérv, Kossuth ezeket többé-kevésbé megválaszolta, a képviselők ezekkel megismerkedtek, tehát a másnapi ülésen el fogják tudni dönteni, hogy megszavazzák vagy nem szavazzák meg. Ugye reggel a képviselőháznak az egyelőre zárt ülése, az még a kollégiumnak a refektóriumában ül össze, ahol klasszikusan ülésezni szokott. És először Drágos János vagy Johann Drágos biari román képviselő az, aki azt mondja, hogy hát ugye egy olyan esemény előtt állunk, amely nagyobb érdeklődésre tarthat számot, tehát nem elég, hogy csupán azok legyenek jelen a hallgatóság részéről, akik klasszikusan el szoktak menni, ugye az ülések azok nyilvánosak voltak, tehát elvileg a kollégiumnak a refektóriumában is bárki meghallgathatta mondjuk a képviselőházi felszólásokat, hanem hát seregével tódul a nép a nagy tanfolyam felé, és hogy tegyük át oda az üléseket. De erről akkor még ott egy vita van, hogy most akkor mit csináljanak, és akkor megérkezik a Kossuth, és akkor ő is azt mondja, hogy hát akkor menjenek át, és akkor végül is átmennek. Na most a későbbiekben főleg azok, akik ilyen haditörvényszéki védőiratokat írogattak, azok mind azt írták, hogy hát be se fértek a nagy templomba, mert hogy a derék-debreceni cívisek azok nem engedték be őket, meg hát ugye ott vegyesen voltak ezek a debreceni polgárok, meg a képviselők, és hát nagyon el se lehetett dönteni, hogy voltak éppen most mennyien vannak ott, elegen vannak-e, és így tovább, és így tovább. Na most, hogyha az ember elolvassa a jegyzőkönyvet, ami megjelent a hivatalos közlönyben, akkor abban van egy nagyon fontos mondat, hogy Almási Pál, ugye a képviselőház elnöke, direkt felszólítja a közönséget, hogy méltóztasson hátrébb menni, és az első padsorokat a képviselők számára adják üresen. És úgy tűnik, hogy ez meg is történik. Tehát nem arról van szó, hogy egy civis, egy képviselő, egy kofaasszony, és így tovább, hanem ugye a képviselők azok elől foglalnak hátat, és ugye Kossuth pedig a szószékről teszi meg magát az indítványt. Némi vita azért van, tehát például Kazinczy Gábor is felszólal, valami fajta értelmező hozzáfűzést tesz, és hát ugye Kossuth egy több mint egy órás beszédet mond, amelyben részletesen indokolja, hogy miért is van szükség erre a lépésre, tehát a Habsburgház mennyire méltatlanná vált Magyarország trónjára, hogy nem elég, hogy egyetlen egy Habsburg királyunk soha nem tartotta be a koronázási esküjét, és mindig a magyar önállóság felszámolására törekedett, hanem hát most már Magyarország állami létét is meg akarják szüntetni, sőt, ugye az uralkodóház azokkal szövetkezett, akik maguk is erre törnek, ugye a horvátok, románok, szerbek. Még az oroszokat is behívták, akkor már Erdélyben megtörtént az első orosz intervenció 1849. január-február márciusában, és ezután terjeszti elő magának az indítványnak a lényegét, tehát hogy kimondani Magyarország függetlenségét, kimondani a Habsburgház trónfosztását, választani egy az államfői jogokat ideiglenesen gyakorló kormányzó elnököt, illetve a kormányzó elnök alakítson önálló minisztériumot, hogy az a fajta közjogi katyvasz, ami voltaképpen azért 48 szeptemberre, tehát a Batthyány kormány, illetve a Batthyány második lemondását követően kialakult, hogy nincs független felelős kormány, hanem egy parlamenti bizottság gyakorolja a végrehajtó hatalmat, hogy ez megszűnjön. És hogy a képviselőház ezt testületileg megszavazza, ami talán az egésznek a szabályosságával, vagy a döntésnek a szabályosságával kapcsolatban megkérdőjelezhető, hogy hát ilyen súlyú ügyekben általában év szerinti szavazást szoktak tartani. Tehát, hogy nem csak akklamációval, közfelkiáltással elfogadni egy ilyen határozatot, hanem hát akkor név szerint megkérdezni a képviselőket, és erre nem került sor. Ugye utólag Kemény Zsigmond és mások is azt írják, hogy hát Almási Pál azt mondta volna Kossuthnak, hogy hát nem volt meg a többség, nominális értelemben, mert abban az értelemben, hogy nem volt ott a képviselőknek több, mint a fele. Ezt nem tudjuk leellenőrizni, tehát nem tudjuk, hogy ténylegesen így volt, nem volt így. Ez állítólag azért vetődött föl, mert Kossuth szerette volna, hogyha a függetlenségi nyilatkozatnak készül egy díszes példánya, amit valamennyi képviselő aláír. És voltak olyanok, akik azt mondták, hogy
Jó, ők ott voltak, részt vettek a döntésben, de azt azért már mégse várják el tőlük, hogy egy olyan döntéshez a nevüket adják, amelynek a beterjesztésével önmagában nem értettek egyet. Tehát a hallgatásuk az nem jelenti egyben a támogatást is. Hogy ez így volt-e, vagy nem volt, így ezt nem tudjuk, mert mondom, ez ilyen utólagos emlékiratokból derül ki. De lényeg az, hogy az én nézetem szerint mondjuk ennek a döntésnek a meghozatala az a körülményekhez képest a parlamentári szabályoknak a betartásával történt. Tehát ugye együtt volt a képviselőház, biztosítva volt a képviselőknek a megszólalási joga, amint hogy voltak is olyanok, akik ezzel éltek, és látható volt az is, hogy kik azok, akik megszavazzák, és kik azok, akiknek nincs részük a döntésben. Azt persze azért tegyük hozzá, hogy nyilván a nagy templomba betóduló tömegek, meg a nagy templom előtt lévő tömegek jelenléte, ez önmagában is képes volt egyfajta erkölcsi nyomást gyakorolni az ott megjelenő képviselőkre, de ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül félelmükben szavazták volna meg magát a döntést, és hát valóban ugye átmegy mind a függetlenség kimondása, mind a trónfosztás kimondása. Madarász László terjeszti be azt, hogy hát a Kossuthot válasszák meg kormányzó elnökké, amely egy nagyon sajátos pozíció, mert ugye volt már kormányzó a magyar történelemben Hunyadi János személyében, amikor fenntartották a királyságot, de hát az elnök az alapvetően azért a köztársaságban jellemző. Tehát nyitva hagyják ezt a kérdést, és Kossuthot felhatalmazzák, hogy a maga mellé veendő miniszterekkel intéz a végrehajtó hatalomnak az ügyeit, tehát voltak éppen a születik egy elvi döntés a végrehajtó hatalom megválasztására, ugye azért kell kormányzó elnök, hogy legyen valaki, aki az államfői jogokat gyakorolja, hiszen Magyarországnak a trónja az jogilag üres, amióta 5. Ferdinánd, vagy 1. Ferdinánd király és császár 48. december 2-án Olmützben lemondott a trónról, mert hogy Ferenc József nem Magyarország királya, tehát nincs államfő, és ebben a helyzetben kell valaki, aki mondjuk ellenjezi a törvényeket, vagy képes a kormány rendeleteket kiadni. Elfogadja tehát az országgyűlés a Habsburgháznak a trónfosztását, néhány napon belül megjelenik a függetlenségi nyilatkozat. Milyen reakcióra számítottak Kossuthék, vagy hát az országgyűlés, és ehhez képest mit kaptak? Kezdjük mondjuk úgy, hogy belföldön. Hát ugye belföldön sem egészen egyértelmű a függetlenség kimondásának a visszhangja. Ugye tegyük hozzá, hogy maga az okmány is egyébként jelentős mértékben a Kossuthnak a munkája, tehát megvan az eredeti kézirat, és abban az látszik, hogy az alapszöveg az nem tudom 90%-ban tőle származik. Még többen dolgoztak rajta, ugye Szacsvai Imre a képviselőháznak a jegyzője, Hunk Árontal, Irányi Dániel és mások is benne voltak ebben a dologban, de azért alapvetően a Kossuthnak a szövege megy át. Ugye az április 17-ére készül el, 17-én, 18-án még a képviselőház zárt ülésben végigmegy magán a szövegen, itt-ott módosítanak rajta, de mondjuk azért alapvető módosítás nem nagyon van, és ez az, amit április 19-én hivatalosan is elfogadnak, és ez az, ami megjelenik nyomtatásban. Most ugye a függetlenségi nyilatkozat az alapvetően egy közjogi jellegű nyilatkozat, tehát nincs szociális vonatkozása, illetve nincs nemzetiségi vonatkozása. Ezt a kettőt szokták rajta számon kérni, tehát hogy egyrészt nem mondott semmit a 48 áprilisában kialakult állami berendezkedésnek, illetve társadalmi, gazdasági berendezkedésnek a továbbfejlesztéséről. Én ezt nem látom feltétlenül hibának. Tehát mondjuk az amerikai függetlenségi nyilatkozat se arról szól, hogy most akkor lesz rabszolgaság, vagy nem lesz rabszolgaság a további évben az Egyesült Államokban. Az viszont, hogy ugye a magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata címe, és hangsúlyosan a magyar nemzet, illetve Magyarország az aktor, ez abból a szempontból nem volt feltétlenül okos, mert az Olmützi Oktroját alkotmány az a magyarországi nemzetiségeknek azt a részét is, akik az osztrák udalat, illetve az osztrák politikát támogatták, jelentős mértékben kiábrándította. Tehát itt azért lehetett volna valami fajta gesztust tenni ebben a tekintetben. De tegyük hozzá, hogy lehet, hogy ha ezzel foglalkoznak, akkor április végéig nem sikerültető aláhozni magát a nyilatkozatot. Ugye a nemzetiségek részéről hát olyan különösebb visszhang nincs, mondom, legfeljebb egyfajta csalódottság, hogy hát már megint nem mondanak semmit a magyarok. Pontosabban a magyar ajánlat az ugyanaz, ami korábban volt, hogy álljatok mellénk, és ugye osztozatok velünk a polgári és politikai jogokban, és az már egy későbbi rész, hogy hát most lesznek-e testületi vagy területi jogok, vagy nem lesznek ilyen tekintetben. A magyar nyelvterületen és a magyar közösség körében viszont egyértelműen egy ilyen lelkesítő hatása van a dolognak, amit mutat az, hogy a törvényhatóságokból igaz, hogy Kossuthnak a felszólítására, de özönlenek a különböző hódolati nyilatkozatok, sőt vannak olyan törvényhatóságok, amelyek még tovább is mennének magán a függetlenségi nyilatkozaton, tehát Hajdú-Böszörmény városa az már a köztársaság kikiáltásával is összekötné ezt. Tehát ott egy államforma váltás is lenne ebben a tekintetben.
Ez ugye azért nagyon fontos, erre még Szabad György hívta fel annak idején a figyelmet, mert amikor 48. decemberében megkezdődött a császári csapatok támadása, akkor ugye a császári bevonuló császári csapatok, illetve hatóságok, azok minden egyes elfoglalt törvényhatóságtól, legyen szó megyéről, vagy szabadkirályi városról, vagy egyáltalán nagyobb településről udolati nyilatkozatot követeltek, amit aztán elküldtek Olmützbe, ugye az uralkodói udvarba, és azáltal, hogy Magyarország egész területéről bejönnek ezek a hódulati nyilatkozatok a Kossuthoz, mint kormányzóhoz, majd pedig a megalakuló magyar kormányhoz, ezzel mint egy demonstrálva van az, hogy hát az előző nyilatkozatok, ezek kikényszerített nyilatkozatok voltak, tehát nem a magyar lakosságnak vagy a magyar nemzetnek a tényleges politikai akaratát mutatták. A hadsereg tekintetében hát ott olyan nagyon egyértelmű öröm nincs. Ugye korábban feltételezték, hogy ugye Görgei kimondottan ellenezte volna ezt, ez szerintem nem igazolható, ő az időszerűségét vonta kétségbe ennek a dolognak, de kétségtelen, hogy a hadseregek nem küldenek be hódolati nyilatkozatokat, holott Kossuth részéről megy ki ezzel kapcsolatos felszólítás. Ugyanakkor tudjuk, hogy 49. április végén Komáromban kihirdetik a hadseregnek egy ilyen díszszemlén a függetlenségi nyilatkozatot, tehát felolvassák az egész okmányt, és vannak egyes katonai vezetők, többnyire olyanok, akik vagy akarnak valamit a kormánytól, tehát hogy mondjuk előléptessék őket, megerősítsék őket a pozíciójukban, vagy valami vaj van a fülük mögött, vizsgálat folyik ellenük, és így tovább, és így tovább, akik küldenek be hódolati nyilatkozatot. Ezeknek, tehát főleg a törvényhatóságoktól befutó hódolati nyilatkozatoknak a szövegét egyébként a kormány közzététeti a hivatalos közlönyben, tehát ilyen módon is demonstrálja, hogy a hatalma, illetve a hatáskör az kiterjed ezekre a területekre. Tehát azt lehet mondani, hogy azért a magyar közvéleményben inkább pozitív, mint negatív visszhangja van, és valóban sok helyen tartanak még 49. májusában vagy júniusában is ilyen függetlenségi ünnepélyeket. Ugye Kossuthnak a nagy reménye az, hogy ha Magyarország kimondja a függetlenségét, akkor a nyugati nagyhatalmak ezt akceptálni fogják, itt főleg Nagy-Britanniára, illetve Franciaországra gondol, és valóban azt látjuk, hogy április 19-e után egymás után írja a leveleit a különböző államfőknek, kormányfőknek, ugye Louis Bonaparte francia köztársasági elnöknek, ugye az angol vagy a brit kormánynak, a svájci kormánynak, a frankfurti német nemzetgyűlés vezetőségének, Frankfurt szabad város vezetőinek, és így tovább, és így tovább. Hát nem nagyon jön az elismerés, hogy úgy mondjam, ugye az Oszmán Birodalomba is elküldik a függetlenségi nyilatkozatnak a fordítását. Ugye a magyar diplomáciai ügynökök általában igyekeznek megjelentetni a német, vagy az angol, vagy a francia fordítást a különböző lapokban, ezek általában ki is jönnek, de nem, tehát hivatalos elismerésre gyakorlatilag nem kerül sor. Az egyetlen olyan európai állam, amelyik elismeri Magyarországot független államnak, ez a Velencei Köztársaság, de hát az meg éppen az osztrák csapatoknak a ostromzárja alatt van, tehát a fennhatóság az nagyjából Velence városára és kikötőjére terjed ki. És amerikai részről lenne hajlam az elismerésre, tehát el is küldenek egy diplomáciai ügynöket valamikor 49. május végén Magyarországra azzal, hogy hát, hogyha a magyarok még mindig tartják magukat, akkor értesítse az amerikai kormányt, és akkor esetleg megfontolják az elismerést, de hát mire ide érnek, addigra már ugye megtörténik az orosz intervenció, és végül is nem kerül sor ilyen módon az elismerésre. Tehát ha úgy tetszik, a külpolitikai számítások azok teljes egészében kudarcba fulladnak ebben a tekintetben. Egyébként nagyon érdekes, hogy magukban a nyugati államokban a közvéleménynek a reakciója az inkább pozitív, mint negatív, és a magyar diplomáciai ügynökök részéről akkor van aggodalom, amikor Szemre Bertalan, ugye a megalakuló új magyar kormánynak a miniszterelnöke egy ilyen republikánus hangvételű kormányprogramot ad elő, mert azt mondják, hogy na hát ez viszont már életveszélyes, mert ezzel elveszítjük a nagyobb rész monarchista európai államoknak és közvéleményeknek a rokonszenvét, de miután nem kerül sor magának a köztársaságnak a kikiáltására, hát voltak éppen ennek sem nagyon van tétje. Tehát azt mondhatjuk, hogy azok a belpolitikai számítások, amelyeket Kossuth feltételezett, ezek többnyire beválnak. Nem beszélhetünk arról, hogy a Nemzeti Egységfront, a függetlenségi harc mögötti Nemzeti Egységfront, ez különösebben megbomlana. Ugye a parlamentális háttér az egészen 49. júliusáig voltak éppen biztosított, és a hadsereg is hajlandó harcolni a független Magyarországért. A külpolitikai számítások azok viszont egyáltalán nem válnak be, de voltak éppen magának a függetlenségnek a kimondása, ha hasznot nem is hoz, de kárt sem okoz a magyar ügynek. Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig. A Digitális Legendáriumot megtalálod YouTube-on, Facebookon, valamint TikTokon. Ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld ezt az adást, hogy minél többekhez eljussunk. Záró kérdésem pedig a függetlenségi nyilatkozat és a trónfosztásnak az emlékezetére vonatkozik.
Azt említetted, hogy milyen politikai hatása volt, belföldön nagyon nem osztott, nem szorzott, igazából külföldön se, de az, hogy mégis történt egy ilyen, az hogyan merül föl az utóbbi 175 évben? Van-e olyan időszak, amikor ez erősebb és fontosabbá válik, vagy pedig megmarad a szabadságharc egy fontos, de nem sorsfordító eseményeként? Egyik kedves debreceni kollégám, Miru György, nemrég írt egy tanulmányt Kossuth, illetve Petőfi egymáshoz való viszonyáról, és azt a sajátos paradoxont fogalmazta meg, hogy még Petőfinek ugye sikerült március 15-e emlékezetét rögzíteni a magyar történeti emlékezetben, holott voltaképpen március 15-én nem dőlt el semmi, addig Kossuthnak az a törekvése, hogy 49. április 14-ét vagy 19-ét, tehát a függetlenség és a trónfosztás kimondását ezt egy ilyen emblematikus történeti dátummá tegye, ez voltaképpen kudarcba fulladt. Holott április 14-e valóban egy nagyon fontos közjogi fordulat a magyar szabadsághoz történetében, és ha úgy tekintjük, akkor a magyar történelmek is egy ilyen emblematikus pillanata. Ennek nyilván az a elsődleges oka, hogy hát a függetlenségi háború katonai vereséggel ért véget. Tehát úgy tűnt, hogy túlzottan elbíztuk magunkat, amikor Debrecenben a parlament ezt kimondta, és amikor az ezzel kapcsolatos okmányt megfogalmazták és elfogadták. Kossuthnak a politikai pályáján ez egy egyértelmű fordulat, tehát ő ettől a pillanattól kezdve úgy látta, hogy a Habsburgokkal nem lehet megalkudni. 49. augusztus szeptemberében volt egy bizonytalanság benne egyébként ebben a tekintetben, de a politikai pályája egészén, a továbbiakban is a független Magyarország vetéteményesének tekintette magát, és 1867 után is a hazatérő 48-asokkal szemben az volt a fő kritikája, hogy hát ők voltak éppen megalkottak. Tehát még hogyha ellenzik is magát a kiegyezési rendszert, azáltal, hogy elfogadták realitásnak 1848 revízióját, ezzel lemondtak 1849-ről és a teljes függetlenségről. Ugye a függetlenség kimondását az abszolutizmus korában maga a hivatalos kormányzat, illetve a hazai közvélemény egy része aféle ilyen ősbűnnek tekintette, tehát a Kossuth elbizakodottság, a illúzió kergetése egyik fő bizonyítékának, tehát hogy egy ilyen ködeő politikusról és az ő politikájáról van szó, és ez az értelmezés, ez voltaképpen 1867, tehát a kiegyezés után is nagyon hosszú időn keresztül érvényes volt. Jellemző, hogy az első szaktanulmányt a függetlenség kimondásáról, ezt valamikor az 1900-as évek elején Marcali Henrik írta meg, aki ugye már csak nemzedéki alapon sem volt érintett az egészben. Egyébként a kor viszonyai között ez egy viszonylag objektív tanulmánynak számított. Érdekes módon a két világháború közötti ellenforradalmi időszakban sem került be ez a fölvállalandó hagyományok közé. Ugyanakkor is volt egy trónfosztás a királypuccs után 1920-ban, de nagyon kerülték a 49-esre való utalást. Többek között azért, mert hát ugye az a fajta demokratikus, liberális, jogkiterjesztő államberendezkedés, ami 1849-hez köthető, hát ez egyáltalán nem volt jellemző az 1920 és 44 vagy 45 között fennálló politikai hatalomra. És érdekes módon az igazi felértékelődése a függetlenségi nyilatkozatnak az 1948-at, tehát a kvázi 100 éves évfordulót, tehát a forradalmi szabadság a 100 éves évfordulóját követően történik meg, akkor születnek egymás után szaktanulmányok erről. 48-ban a Szabó Istvánéknak a nagy debreceni kötetében, aztán 49-ben a Századoknak, a Sábjain Varga Zoltán történésznek a tollából, 52-ben, 55-ben Révész Imre a meglehetősen kacskaringós szellemi és politikai utat bejáró, ugye püspök és ateista egyház történész ír két nagyon jó tanulmányt egyébként magának a függetlenségi nyilatkozatnak a megfogalmazásáról, és hát aztán később még a 70-es, 80-as, 90-es években Szabad György, Varga János, Fűr Lajos foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ugye az kétségtelen, hogy nagyon nehéz sikeres közjogi okmányként értékelni a függetlenségi nyilatkozatot. Ugyanakkor viszont azok az eszmék, amelyeket megfogalmaz, ez voltak éppen a magyar függetlenségi gondolat legszínvonalasabb megfogalmazásai közé tartozik, és ha úgy tetszik, a magyar függetlenségi hagyománynak az az íve, amely Bocskaitól első Rákóczi Györgyön és második Rákóczi Ferencen márciusi ifjakon át Kossuthig terjed. Ennek ez a legszínvonalasabb összefoglalása és megfogalmazása. És azt gondolom egyébként, hogy a politikai cselekedeteknél nem mindig csak az számít, hogy közvetlenül milyen módon hat vagy nem hat, hanem hogy milyen eszméknek a további éltetésére vállalkozik.
És azért abban is van egyfajta érdekesség, hogy éppen 1948-49-ben, amikor Magyarország a 44-45-ös mértékben veszíti el a ráhatást a saját sorsára, és veszíti el a függetlenségét, akkor kerül be a történet írás közbeszédjébe, illetve akkor jelenik meg például először a hiteles szöveg, hogyha úgy tetszik, tehát egy filológiai szempontból rendbe rakott szöveg, akkor kerül elő ez az okmány, mint egy feltartott mutató újként, nem középső, hanem mutató újként, hogy hát vigyázzatok erre a hagyományra, és voltaképpen én azt gondolom, hogy az 56-os hagyomány az valahol nem csak 1848-ban, hanem ilyen módon 1849-ben is gyökerezik, és 1989-90-ben ehhez a hagyományhoz talál vissza a magyar politika és a magyar közvélemény. Herman Róbert, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen is.